Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, újabb íztesztel érkezem a The Liquid City jóvoltából, ugyanis új aromák érkeztek a Liquid városába, és egy kérdést is szeretnék megválaszolni a videó elején, ami mostanság általánossá válik a dohányboltokkal kapcsolatos dolgok miatt. Hát kérem szépen, pont most válaszoltam meg a Facebookon egy srácnak, és mi volt a kérdése? Honnan vegyek Liquidet? Hát kérlek szépen, nézd át a csatornámat, talán fogsz egy pár boltot, ahol tudsz vásárolni, de egyből itt van a The Liquid City, ahol mostantól a Prohibition Vape gyártó új longfilljei, azaz aromái felelhetőek. Nos, ez a gyártó egy angol gyártó, és minőségi termékeket gyárt, mostantól Németországból lehet importálni ezeket az aromákat is, ugyanis a longfill az majdhogy nem egyenlő azzal, hogy aroma. Tehát kétfajta ízvilágot hoz most a Prohibition Vape, amúgy a Blitzet is és a Tobacco Doxot is ők gyártják. Hogyha már kóstoltátok, akkor tudhatjátok, hogy ezek bizony minőségi aromák. Kétfajta ízvilágot kínál most nekünk, és fellehető a The Liquid City oldalán. 4 darab gyümölcsös és 4 darab fánkos, amiből 2-2 így csücsül az asztalon, és ki fogom őket próbálni, meg fogom kóstolni. De kóstolás után nem tudom majd elszívni, ugyanis kettőt ki fogok sorsolni. 2 darab nyertesünk lesz, az lesz a nyertes, aki beírja a komment szekcióba, hogy én ezt szeretném elvinni, meg ezt szeretném elvinni. Tehát 2 darabot beírsz a komment szekcióba, melyiket szeretnéd megnyerni, és azt meg is fogod nyerni, remélhetőleg, és fel legyél iratkozva a csatornára, továbbá nyomj egy lájkot a videóra is, és akkor a nyereményjáték, ingyenes nyereményjáték, mert ezt kívánták nagyon sokan, hogy mikor lesz már, hát legyen már, van. És még egy valamit szeretnék nektek mutatni, hogy mostantól 80-20-as VGPG alap is vásárolható többfajta kiszerelésben a The Liquid City oldalán, méghozzá pont ezekhez a longfillekhez. Ugyanis 15 ml PG-ben higított aroma van a flaskákban, és azokat, hogyha 70-30-as VGPG-vel öntöd fel, akkor a PG az több lesz a cuszban, tehát a 70-30-as arányt elveszíted. Ezért van ez, hogy 80 VG, 20 PG, ezt hogyha beleöntöd, akkor körülbelül 70-30-ra jössz ki, de mindenki ki tudja ezt számolni, nem szeretnék ide képleteket megint csak kirakni. 60 millis flaskákban, 15 milli az alján, és shake and vape, tehát a rázod és szívod aromákról van szó, de én mindenkit felszólítanék arra, hogy azért adjon neki 2, illetve 3 napot az érleléshez, mert hogyha az egyből az elején elkezdett szívni és gyenge íze van, akkor te egyből oda kommenteled az oldalon, hogy ennek az aromának nincs íze, vagy nem jó íze van. Ők is érnek már 3 napja kóstoláshoz felkészülve. A képet láttátok a Facebookon, amit kiraktam, hogy teljesen friss vattákat használok, de még mielőtt kóstolok, azelőtt szeretnélek megkérni benneteket arra, hogy legyetek türelemmel, mindenki legyen türelemmel minden online shoppal kapcsolatban, mert hogy nagyon sok mindenkitől hallom azt, hogy bizony egyes emberek agresszívan írogatnak ide is, oda is, amoda is, és itt nem csak a The Liquid City-ről van szó, hanem az egész online shop társadalomról, hogy te legyél türelemmel, és vedd figyelembe azt, hogy vírushelyzet, veszélyhelyzet van kihirdetve, és külön tagállamokban, az Európai Unióban máshogy és máshogy van a postázás. Ezek a liquidek jelen esetben Németországból érkeztek a The Liquid City-re. De, hogyha ne adj Isten kifogynak, akkor nem biztos, hogy abban a másodpercben vissza tudják neked pótolni, mert a járvány miatt jóval, de jóval lassabb a postázás, a fuvarozás. Európán belül is 2-3 hét, mire megjönnek a csomagok. Kínáról ne is beszéljünk, úgyhogy légy szíves, legyetek türelemmel. Nos, most már ezeket letudtuk, és akkor nézzük meg, hogy mik nyerhetőek, és milyen ízvilágot képvisel a Prohibition Vape Only a Liquid szériája, kérlek szépen, német feliratokkal, és itt sokan kérdezik tőlem, hogy a
szavatossága ezeknek milyen és mennyi. Hát itt kérem szépen rá is írták, hogy 22. 3. 2. jól látom, így van, tehát ez még 2 évig frankó, ez az aroma. És mit kell még róla tudni, még mindig nem szítszom bele, mit kell még róla tudni? Azt kell róla tudni, hogy édesítőmentes, tehát elvileg nem fog nekünk kokszolni, és azért mondom, hogy elvileg, mert én sem szívtam még ezeket egyáltalán, ez lesz az első, éppen hogy csak megcsöpögtettem, hogy hagyjak a nyerteseknek. Tehát én sem tudom hosszú távon, hogy kokszolnak-e, de a gyártó mindent megtett azért, hogy ezek ne kokszoljanak. Az első, amit kóstolunk, az kérem szépen kiwi, sárga dinnye és alma keveréke. Melon, kiwi, apfel. Na ezt még éppenséggel így el tudom olvasni németül. És mire csöpögtetek, vendivép mató, mert erre lehet csöpögtetni is. Nemrég volt róla bemutató, nem sokat csöpögtetek, csak éppen, hogy annyit, hogy ki tudjam próbálni, megnézem, működik a gép, és működik. Igen, kóstolni, ízlelni kell. Most azon gondolkozok, hogy melyiket érzem jobban, és talán az almát egy kicsit kevésbé érzem, a kivit és a sárga dinnyét viszont nagyon frankón. Tiszta és kellemes gyümölcs íze van, és most már így a 3. slukra, a 4. slukra azt mondom, hogy egy nagyon pici sárga dinnye dominancia, és mellett érzem a kivit. Az almát ők ketten szerintem élnyomják, de hát lehet, hogy neked más lesz a véleményed róla, ezt is szoktam mondani, íztesztek mindig szubjektívek, ami nekem tetszik, neked nem biztos, hogy fog, ez nekem nagyon tetszik, és a videó végén azért meg fogom mondani, hogy melyik íz lett a legjobban, mint ahogy mindig is szoktam. Ebben még szívok. És akkor látod, ezzel a 80-20-szal van fölöntve, a végén maradt, tehát szép gőzöket tudok eregetni, viszont az aroma íze is kijön, mert ez is jött nekem kérdésben, hogyha túl súlyban van a pége, akkor nem lesz íze, vagy a végé, akkor nem lesz íze a cusznak, hát hogy ne lenne, hogyha nagyon pégés valami, akkor annál jobban fog kokszolni, és annál hígabb lesz, és annál hamarabb fog kifogni a Vupu Vincsitből, mert már megint jött az, hogy jó, ez egy szar, mert folyik belőle, igen, de azt nem nézted meg, hogy mivel használod. Nézzük a következőt, sárga dinnye, inkább a sárga dinnye jött ki belőle hamarabb. Ez kérlek szépen körte és szőlőkeveréke, látod, only a liquid, itt birme, traube, németül nem igazán megy, úgyhogy nézzétek ezt el nekem. Ezen is rajta van ugyanaz a dátum, és látod, hogy tényleg 60 millis flaskák nem tartalmaznak nikotint, mondtam, nem tartalmaznak nikotint, tehát a kedves nyertes, hogyha nikotinos likvidet szív, akkor már szépen fel kell boostolni, és újfajta boosterek is felelhetőek a The Liquid City oldalán, és kérem szépen az azért volt, mert a régebbieket nagyon nehéz volt beszerezni, és azért, hogy neked legyen, azért szereztek máshonnan. Na, nézzük meg a Wendy Vape Mesher díjáján. Bizony. 55 watton. Kérem szépen, körte szőlő. És ez a kettő, ahogy látod, a fruit vonalat képviseli, tehát a gyümölcsös vonalat. Van még másik kettő, ha jól emlékszem, egy dinnyés, meg egy mangós, nem emlékszem egész pontosan. Betyár. Na, itt mind a két összetevőt tökéletesen érzem. Tökéletesen érzem azt a lágy, édes körtét, és a nem savanyú szőlőt. Nem savanyú szőlőt, hát nem tudom, hogy milyen szőlő lehet arrafelé. Nagyon finom szőlőjük van. Mennyei ízek dominált, tehát mind a kettő nagyon parádésan ízlik, ez már megverte azt. Ezt hallott te is. Nem túl édes, nem túl tolakodó, csak az ízeket érzem, semmilyen utóíz kifelé,
Hó, parádézik. Na, hagyd nézzem csak. Only a liquids, Birmetraube. Nagyon finom liquidről van szó. Jó, megyünk a másik vonalra, mert lehet, hogy még ezek még finomabbak, aztán őt már nehéz überelni, de azért lehet, hogy a fánkosak, mert van egy négy ízből álló fánkos szekció is. Az első lesz ilyen cukorkás fánk, a másik meg eper lekvárral töltött fánk. Hát ez a cukorkás fánk, ezt ugye én azért csak meg szoktam kóstolni videózás előtt, ez a cukorkás fánk, ez a tényleg egy kicsit fánk íz, és mint hogyha zizit szórnának a tetejére, ez zizi. Ez így zizi, srácok, borzasztó finom liquid. És akkor Votofó, profile másfél. Bizony, ő meg 66 watton. Ilyen frankó értéket tudtam neki kitalálni. Hogy fordítsam a flakont? Így. És zizis fánk. Zizis fánk, ki tudom mondani. És mit kell róla elmondani? Nem folyik ki az édesség a számon. Tiszta, letisztult ízt érzek. Nem tömény, egyáltalán nem tömény, és ennek én nagyon örülök, mert rengeteg ilyen aromával találkoztam már, ami borzasztó tömény. Ugye mondtam régebben, hogy az almás rétessel is az volt a pici probléma, hogy kicsit tömény, és azt már hígítani kellett, mert amikor azt a 120-at bekeverted, akkor az nagyon tömény. Ezt nem kell hígíteni, ez így jó, ahogy van, borzasztó finom. És semmilyen utol, egyiknek sincs utóíze eleddig, és már most elkezdtem gondolkozni a kettő között, és jöhetek a harmadikra, az utolsóra, amit az Oakvape Oculának a hatalmas gőz RDA-jában fogok kipróbálni. Ez pedig, itt látod a flaskát, mutatom, és ki ne mondassátok velem a nevét németül. Németül vannak ráírva, viszont a Prohibition Vape, aki ezeket gyártja, az egy angol cég, és már díjakat is nyertek. Csöpögtetünk ide Franco Oculára. Krappen, az van ráírva, az minden bizony a fánkot jelent, mert hogy ez már a fánk vonalról jön, és itt is van még, azt hiszem, hogy egy vaníliás és egy cukormázas íz még ezen a kettőn kívül. Na, nézzük! Parádézik, és kérem szépen, itt pedig az a puszedli, az a lekváros puszedli van a számban. Én amikor először rácsöpögtettem és megkóstoltam, akkor egyből azt mondtam, hogy ez a mézes puszedli egy kis lekvárral. Náluk ezt fánknak hívják, nem baj, nagyon finom likvid, és érzik benne az eper lekvár. És érzik benne a eper lekvár, és nagyon desszertes, és nem nagyon édes. Na, ezt rakd össze. Új, de betyárosak, mind a négy nagyon betyáros. A Prohibition Vape ezeket nagyon összehozta, és most már nagyon kíváncsi vagyok a másik kettő ízre is, és ezeket pedig nagyon sajnálom, hogy oda kell adnom, ki kell sorsolnom, mert, hogy ahogy mondtam a videó elején, nyereményjáték van, kettőt nyerhet kettő ember, na ezt aztán bogozd ki, és akkor nevezzem meg a számomra legízletesebbet egy kis kóstolás után, szerintem így a kettő között vaciláltam, de szerintem ez az ízis fánk. Ez borzasztó finom desszert, liquid, de ezt is te fogod megnyerni előlem, én meg majd veszek magamnak, mert tényleg ezt venni kell, nagyon finom. És hogy tudsz regisztrálni? Azt is elmondom még egyszer, lájkolod a videót, fel vagy iratkozva, és hozzászólsz a komment szekcióban, hogy melyiket szeretnéd megnyerni. Aki nem nyer, az majd nyer legközelebb, de meg is tudja őket vásárolni a The Liquid City oldalon, és meg tudja mondani róla ugyanezeket, amiket én, hogy ezeknek semmilyen utóíze, körülbelül azt kapod, amit ráírtak a dobozukra, vagy a flaskákra, és borzasztó, gyönyörű ízeket produkálnak. Ez a négy legalábbis. Hogy aztán a másik négy ilyene, de szerintem minden bizonnyal ugyanilyen finomak ők is.
Akinek tetszett a videó és szeretne nyerni, az nyom egy lájkot rá, akinek nem tetszett, nem szeretne nyerni, az nyugodtan diszlájkol. A videó alatt itt a fejem mellett fel is tudtok iratkozni, csengő gombot megnyomni, hogy kapjátok értesítést, mikor tettem fel újabb videót. Itt pedig kettő darab íztesztet láthatok a The Liquid City-ről. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!